Pierce Brosnan első felesége 1991-ben hunyt el. Pierce Brosnan már 2001 óta él boldog házasságban Kylie J. Smith-szel, ám a sztárnak volt egy első felesége is, Cassandra Harris, aki sajnos 1991-ben elhunyt. Pierce Brosnan és Cassandra 11 évig voltak házasok. A sármos sztár a 70-es évek végén találkozott az ausztrál szépséggel. Végül 1980. decemberében kötötték össze az életüket. Cassandra férjéhez hasonlóan színészkedett. Ő volt például az 1981-es Szigorúan bizalmas című film Bond lánya. Persze akkor még James Bond szerepében nem Pierce Brosnan, hanem Roger Moore jeleskedett. A színésznőnek két gyermeke született még az első házasságából, Charlotte-ot és Christopher Brosnan sajátjaiként szerette, 1986-ban még a nevére is vette őket. A sztárpárnak egy közös fia is született, Sean 1983-ban látta meg a napvilágot, szépen éltek együtt. Cassandra rendszeresen bátorította a férjét azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepekre mondjon igent. Idilli életük 1987-ben azonban megváltozott. Ugyanis akkor diagnosztizálták Cassandránál a petefészekrák agresszív típusát. Az első naptól kezdve harcoltunk. Ez nem csak egy elváltozás vagy egy apró tumör volt, ez a dolog keszi létezését törte meg, de a feleségem hihetetlen bátorsággal és kecsességgel a saját kezébe vette a sorsát, nyilatkozta a színész korábban a People magazinnak. Cassandrát 4 éven át kezelték, 8 alkalommal műtötték meg, emellett másfél évig kapta a kemoterápiát. Végül 1991. december 28-án örökre lehunyta a szemeit. Pierce Brosnan így emlékezett vissza arra a pillanatra, amikor felesége rájött, hogy nem tud meggyógyulni. A zavarodottság és a düh tehetetlen állapotában találtam magam. Cassie azzal nyugtatott engem, hogy az élet megy tovább, és ne aggódjak, emlékezett vissza a sztár, aki hozzátette, a felesége nem szerette volna, ha már csak gépek tartanák őt életben. Pierce Brosnan 38 esztendősen özvegyült meg. Ezután évekig gyászolta kedvesét, később, 1994-ben beleszeretett Kylie J. Smith újságíróba, akivel 2000-ben össze is házasodtak.